Novák Gyókovicsot éltették a tüntetők Belgrádban az ortodox karácsony napján. A demonstrációt ezúttal is a szerb világsztár családja szervezte. Az esemény résztvevői elítélik azt a bánásmódot, amit az ausztrál hatóságok alkalmaznak kedvencükkel szemben. Mint ismeretes Gyókovics szerdán érkezett meg a Melbourne-i repülőtérre, hogy később részt vegyen az ottani, január 17-én kezdődő nyílt teniszbajnokságon. A Szigetországban viszont tilos a az oltatlanok számára. A torna szervezői azonban a hírek szerint akut egészségi problémájára hivatkozva külön engedélyt adtak Jókovicnak, így ő elvileg oltás nélkül is teniszezhetne. Ez az engedély azonban nem volt elég a beutazáshoz. A szerb játékost előbb órákon át egy külön szobában tartották a repülőtéren, majd egy hotelba szállították, ahol általában a vízum nélküli kitoloncolt polgárokat szállásolják el. Jókovic az ortodox karácsonyt is ott töltötte, az ő támogató embereknek pedig a közösségi médiában üzent, Köszönet a családomnak, Szerbiának és a világ minden pontján élő embernek, akik támogatnak engem. Hálás vagyok a jó Istennek az egészségét, írta a világ első. Gyókövic ügyét az Ausztrál belügyminiszter is kommentálta. Bármikor távozhat, amikor szeretne, és a határőrség még segítene is neki ebben, fogalmazott Karen Andrews. A szerb államvezetés viszont kiáll Gyókovics mellett. Alexander Vucic szerb elnök az ügyel kapcsolatban csütörtökön a sajtónak azt nyilatkozta, az állam feladata, hogy az ország polgárainak érdekét védje. Novák Gyokovics ügyében döntést hétfőre ígértek. A sportoló ügyvédjei mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a szerb teniszező indulhasson az Australian openen, amelyet korábban már kilencszer is megnyert.